Azok, akik távoznak, a címe annak a több részből álló projektumnak, amelynek keretében közös nevező címmel egy héttel ezelőtt kiállítás nyílt, tegnap pedig filmvetítés zajlott a Szabadkai Képzőművészeti Találkozó Modern Galériában. A projekt célja, hogy rámutasson a migráció, a távozás problematikájára, ami nem csak a Közel-Keletről érkezőket, hanem minket is érint. Szerettünk volna egy elemzést végezni és párhuzamot vonni az országunkat az elmúlt 2-3 évben érintő migrációk és a lakosságunk elvándorlása között, amelyek ugyanúgy jelen vannak, mint a 70-es években, amikor a vendégmunkások tömegesen távoztak Jugoszláviából Németországba. Most egy új helyzet állt elő, amelyben szintén gazdasági okai vannak a távozásnak. A végső eredmény azonban érzelmileg és emberileg mindkét migráció esetében egyforma. A projekt keretében mutatták be tegnap este Siflis Zoltán Örvényben című filmjét, amely naplószerűen mutatja be a 90-es évek háborúi idején a harcok, ma pedig a gazdasági helyzet miatt aktuális, a vajdasági magyar kisebbséget is foglalkoztató menni vagy maradni kérdést. Itt a filmben úgy érzem, hogy aki vágyt füllel hallgatja, pontosan azt is látja, hogy a migráció kérdése itt, ez a szűkebb, ez a szubregionális migráció, ez nem fog leállni, és ennek nem csak a háború az oka, mert vannak olyan társadalmi folyamatok, amit ha időben nem kezelnek, mint egy rákos betegséget, áttételek jelentkeztek. A kiállítás, amely a befogadó központokban tartózkodó nők életét, vágyait mutatja be fényképeken és kézimunkákon keresztül, július 22-ig tekinthetik meg. Az elkövetkező 2 hétben 2 előadást és 1 kerekasztal beszélgetést is szerveznek a migráció témájában.